Sok szeretettel köszöntöm Önöket! Ez a Ridikül, napi női talkshow a Dunán minden hétköznap, de nem csak nőknek. Mai témánk, modern lovagok. Beszélgetőtársaink, Trux Béla regényíró. Elsősorban történelmi regényíróként tartják számon. Diós Győri vár árnyékában nőtt fel, gyakran játszott a vár területén. Akkoriban kezébe akadt egy templomos lovagokról szóló képregény is. Utána ment minden a maga útján, ahogyan meg volt írva. Kristóf Szabolcs, hagyományőrző. A lovagok nem csak az emberi képzelet szüleményei, történelmük egészen régre nyúlik vissza. Szabolcs középkori hagyományőrzőként számos ember álmát váltja valóra. Nem csak a csatamezőn, hanem a való életben is igyekszik a lovagi erények szerint élni. Szűcs József, hagyományőrző, lovag nagymester. 2003-ban csapatuk létrehozott egy katonai hagyományőrző egyesületet Vörös Oroszlán lovagrend néven. Szem előtt tartják a hitelességet és igyekeznek a valós képét visszaadni a kornak. Amit tesznek, a szívből teszik. A műsorvezető pedig Diósi Klári. Nagy hatással volt rá, hogy a tiszai árvíz idején a magyarországi lovagrendek karitatív munkával, segélyakciókkal segítettek a bajba jutottakon. Hölgyem, uraim, parancsoljanak! Jó napot kívánok mindenkinek! Ismerős lesz, amivel kezdem a műsort. Üdvözöllek, dicső rovag, szép a ruhád, szép a lovad. Mi szél hozott Monza erre, s mi vajon a szíve terve? Ugye, hogy ismerős mindenkinek? Mert hogy a mesék világában jól megférnek egymás mellett a sárkányok, még ha olykor csak egy fejük is van, meg a lovagok. De ha kilépnek a könyvek lapjairól, akkor milyenek is valójában igaziból a lovagok, mert hogy ma is léteznek, itt vannak közöttünk, sőt, itt ülnek közöttünk. Ha itt már elhangzott az elején ez a Diós Győri vár, akkor én már beleképzelek, hogy gyermekkorodban is. Mindaz, amiről fogunk beszélgetni, az már valahol ott volt a fejedben, mert hogy egy kicsit különböztök, te megjeleníted a regényekben, ők pedig ezt a napi életben is. Ugye, nem csak, hogy eljátszák, ugye? Nem csak eljátszani kell ezt az egészet, hanem komolyan is venni. De a Diós Győri vár árnyékában hogyan lehet fölnőni? Nagyon jó. Lovagnak képzeli az ember magát, Béla? Nem képzeltem magamat igazából lovagnak, én azt képzeltem el, hogy milyen érzés lehet az, amikor én fent vagyok a vár tetején, és azt látom, hogy gyűlik ott a hatalmas hadsereg, ami mind azért jött, hogy ugye minket elpusztítson, és engem ez a hangulat ragadott meg tulajdonképpen, és ez volt az, ami elindított ezen a, hát mondhatom úgy, hogy úton, nem mondanám ezt így útnak, nem volt ugye tudatos, és ez volt az az élmény, ami talán meghatározónak mondható ebben a dologban. Mégiscsak a történelem szele, ha megérint valakit, akkor lehet, hogy ennél marad. Így vagy igen, úgy, igen, te a regény tényleg erről van szó, hogy megérintett a történelem szele abban a pillanatban. Egy Somogy megyei település, Kánya. Már ez olyan, úgy elképzelem magam mellett, hogy az ember kint van a természetben, játszik, ugye? Hát ez így is nézett ki. Az a helyzet, hogy ugye én úgy gondolom, hogy nincs olyan kisgyerek, aki, ha már fiú kisgyerek, aki, ha egy botot meglát letörve valahol, akkor abban ne kardot látna, vagy hát én nem gondolom, hogy van olyan, hogy ne akarna rögtön kardozni, vagy ne csinált volna otthon szerzett madzagot meg valahonnét a konyhából, sikerült elcsennie az anyukája nagykését, és akkor faragott magának lándzsát, íjat, bármit. Szerintem pont egy ilyen kis faluba van az, hogy az alvé meg a fölvég elkezdenek egymással harcolni, bunkikat építeni, nem tudom, hogy mindenkinek volt a bunki, aki nem, szerintem hatalmas élményről maradt le. Még de... nekem is lányként. Na, hát az meg fa tetején mindenképp, mert ugye jobban védhető, és szerintem az egyik legmeghatározóbb élmény kisgyerekkorban, főleg az, és már akkor is kialakul ez a csapatba rendeződés és az egymásért harcolás, úgy gondolom. Feltételezem, hogy körülbelül ugyanezt tudnád mondani, de azt is feltételezem mindannyiótokról, hogy fiú létetekre azért a sportok, meg mondjuk akár a foci is szerepet játszott az életetekbe, hogy volt ez arányban? Ez nálad, valóban József? Így van, mert nálam ez annyiban egy picit más volt, hogy amikor én egészen kisgyerek voltam, én egy nagyon szegény családban nőttem fel, és ugye nekünk nem volt pénzünk arra, hogy drága játékokat, akár még műanyag páncélokat, vagy kardokat is vásároljunk magunkat a helyi bucsúba, és engem ez a kérdés akkor nem annyira foglalkoztatott, hogy a lovagság, hanem általában a történelem szeretetet. Azt nagyon szerettem annyira is, hogy amikor megkaptam általános iskolába a történelem könyveket, én mindelőre megtanultam. Hát a fizika könyvvel azért nem így voltam, bár a fizikát is nagyon szerettem, és valóban úgy, ahogy te is voltál, ha láttam egy botot, letörtük, kardozgattunk egymással, de focizni viszont azt nagyon szerettem, bár nem voltam valami jó focista,
hála a jó Istennek, hogy nem erre vitt az utam, hanem másfelé, és gyakorlatilag a kartforgatás vonzott igazából, de így, hogy maga a lovagság, ennek az intézménye, hogy ez hogy nézett ki, ez nekem egy kicsit kívül esett az érdeklődési körömmel abban az időben. Azt feltételezem, tudjátok, hogy nem is annyira a lovagok kerülnek először, legalábbis ugye fiúbarátaim, hanem akár a 48-as huszárok. Tehát nem is biztos, hogy lovagokra gondol először az ember fiú gyermekként, vagy egyáltalán olyan film vagy könyv élményetek, ami úgy nagyon meghatározó nálam, lett volna. Nálam a Ben Hur volt az, talán első is láttad lehette. Százszor? Azt talán túlzás, na a Bolygó neve halált láttam százszor. Nem mondod. De moziba, csak moziba. Szóval a Ben Hur volt az édesapám, egyszer első is lehettem, jöttünk ki az iskolából, a többiekkel is ott várt a kapuba, azt mondja, gyere, megyünk a moziba. És akkor láttam először a Ben Hurt, hát voltak akkoriban ezek a képregények, hogy mindent így megképregényesítettek, azt hiszem volt a Ben Hurból a Terminátortól kezdve a minden, ami így akkoriban, hát ugye nem úgy volt a mozi, mint ma, hogy minden héten más film, hanem mentek ezek évekig is akár. És a tévében volt, az is szintén Charlton Heston film volt, az Elszíd, ami szintén megragadta a képzeletemet. Ott már inkább ez a hősiesség, ez az egész eszme, hogy most akkor feláldozzuk magunkat egy közös cél érdekében. Ez volt az, ami úgy bennem maradt. És akkor ezek úgy szépen építkeznek az emberbe, rakoltak ezek a dolgok. Igen. Hát nekem a Robi Uda tolvajok fejedelme az egy olyan meghatározó élmény, hogy azt elmondani nem tudom a Kevin Costnerrel. Nem is a színész miatt legfőképp, de ez, hogy ugye van ez a gonosz elnyomó hatalom, és akkor elveszi a pénzét, odaadja a szegényeknek, meg kiáll értük, és akkor mégis nekem is abba pont, hogy ez az eszme. És ugye nem is most ez a lovagság, meg a vívás, meg a vértek, az abban nem is volt meghatározó, hogy ami Robin Hood, ezért az íjászat, igazából én az íjászattal kerültem először közelebbi kapcsolatba, aztán ez nőtte magát ki tovább. De filmélményként mindenképpen, meg hát a letelthetetlen szerintem az is mindenkinek egy meghatározó film, és mindenhol tényleg az eszmélysége, nem is biztos, hogy csak a látvány. Persze kisgyereknek evidens, hogy hú, vívnak és megmentik a hölgyeket, meg kiállnak az igazért és a jóért. De alapvetően azért úgy vélem, hogy a legmeghatározóbb ez az eszmeisége ennek az egész dolognak, mind a mellett, hogy nagyon szép és látványos az, hogy valaki csili-vili vérbe van. Hát az eszme biztos, hogy mondanád te is, de közben meg ez a hősiesség, ami akár, hogyha még a gyerekkorotoknál maradunk, ami ezzel az egésszel összefügg. Én erre elmesélnék egy nagyon érdekes történetet, ugyanis ugye mindenki tudja, hogy volt egy nagy hősünk, aki levetette magát a vár fokáról a törökkel együtt, aki ki akarta tűzni a zászlót, őt Dugovics Titusnak hívták. De itt a legújabb történelmi kutatások azt igazolják, mivel a hagyományozók között rengeteg régész, történész és kutató is helyet kap, ugyanis létezik egy olyan fajtája is a hagyományozásnak, ami a kísérleti régészettel párosul, hogyha a régészek találnak mondjuk valahol egy páncéltöredéket, vagy egy láncing töredéket, akkor az hogy nézhetett ki, ha valójában ki kéne próbálni, milyen volt annak a védelmi értéke, és ehhez kapcsolódik, hogy micsoda hőskultusz volt már annak idején a Magyar Királyság területén. Ugye a Dugovics Titus története valós, megtörtént. Valóban volt egy vitéz, aki levetette magát a törökkel együtt a várfokról, viszont a neve nem maradt fönt. A régi középkori emberekről nagyon sokan nem tudják, hogy nem szerették odaírni a nevüket a műre, amit készítettek, vagy a tettet, amit véghez vittek. Például a templomi freskoknak sincs aláírása. Uh-huh. Pont ezért, mert a mű meg a tett fontosabb, mint maga az alkotás. Ezért volt az például, hogy nem maradt fenn a neve, hogy ki volt ez a vitéz, viszont volt egy Dugovics nevű nemes, aki nagyon szeretett volna hős elődöket magának tudni, és addig-addig igazgatta a helyi papírokat, amiket kellett rakni ide-oda, hogy végül is a ősének apostrofálta ezt a hősvitézt. Így lett a neve Dugovics Titus, egyébként nem tudjuk, hogy hívták. Tehát korabeli kortárs dokumentumokban nem maradt nem fent az, hogy milyen neve. Feltételeztem. Róla
akkor is feltételeztem, hogy természetesen ennek a történelmét, a történeteit is tudjátok, hiszen ha valaki ebben benne van, akkor ez egy nagyon fontos része. De amikor Béla, te közel kerültél ehhez az egészhez, akkor először találkoztál mondjuk a lovagi élettel, vagy már a könyveidnek a témája vitt afelé, hogy te sem úsztad meg, hogy azért ne ismerkedj meg velük. Hú, ez erre nem lehet egyszerűen válaszolni. Én mindig kacérkodtam az írásra, tehát én itt kakuktojás vagyok itt a fiúk mellett, mint író, és ők pedig gyakorló emberek. Kacérkodtam az írással, és bennem volt hogy egy ilyen történelmi valamit, és mindenképpen a templomosokról. Olvastam gyerekkoromban azt a templomos képregényt, és az úgy bennem maradt, és nagyon szerettem volna erről írni, de soha nem volt rá időm. És akkor volt egy ilyen hosszabb ideig tartó betegségem, otthon voltam. Azt mondja a feleségem, hogy miért nem írod meg most a könyvedet. Mondom, tényleg ez így nagyon jó ötlet, és úgy hozzá is láttam, de nem gondoltam, hogy ebből valaha is lesz egy olyan könyv, ami megjelenik. És hát így szépen elkezdtem írni, gondoltam, hogy az úgy készség szinten megy az emberbe, ha megvan. Tényleg így van egyébként, hát, ha nincsen meg, akkor teljesen felesleges. És egyre inkább azt vettem észre, hogy jó, de volt akkor nyerek kápa, meg úgy hívták, meg használták, meg izé, akkor ennek is utána nézek. Mennyi kutatás kell ehhez? Én ezt az első könyvemet azért ezt hozzáteszem, hogy két ilyen nagyon vastag regényről beszélünk. Igen. Egyben nem is lehetett kiadni, olyan vastag volt. 7-8 évig írtam úgy, hogy ez nem folyamatos volt. Tehát mondom, én nem is gondoltam arra, hogy ez meg fog jelenni. És akkor mindig egy kicsit félretettem, akkor elővettem, akkor kutatgattam, utána olvastam itt meg ott. Tehát az a probléma, hogy ugye ez közel-keleti történet, tehát a keresztes háborúknak a hattyúdala, az utolsó etapja, hogy úgy mondjam, 1291-ben volt Akkon városának az ostroma, és erről szól a regény. És hát ugye oda kiutazni nem lehet, mert sőt akkoriban pont mikor írtam, azt hiszem, hogy még ott háborúskodás is volt, veszélyes, és még a határon túlról még azt hiszem, hogy rakéták alatt lőtték Akkon városát, már ami maradt belőle, itt ami maradt, ezt a középkorira értem. És tehát csak úgy tudtam megoldani, hogy rengeteget olvastam utána, és az volt a szerencsém, hogy mindig, amikor valamitre szükségem volt, pont akkor jött ki egy olyan könyv, ami még előtte nem volt a magyar piacon, és akkor úgy hirtelen úgy lett, mintha csak az én kívánságomra történt volna, és ez végig megvolt bennem ez az érzés, és hát így szépen építkezett ez az egész dolog bennem. És akkor kezdtem én is hagyományőrzők közé járni, de nem olyan szinten, mint ahogy ők, mert arra azért úgy hamar rájöttem, hogy most vagy ezt csinálom, vagy azt csinálom. Teljes embert kíván ez is majd, ugye mindjárt igen, kiderül. Igen, tehát az, hogy ugye most ők, nekik fel kell készülni, van egy saját életük, itt is ez volt egy saját életem, most hogyha amellett írok, akkor sajnos nem tudom a másik oldalát művelni, de hát erre megvannak a szakemberek, akiknek ez az élethivatása, ugyanúgy, ahogy nekem is megvan az élet célom. És jó, kiegészítjük egymást, azóta már találkozgat. Hát őket sajnos még nem ismertem ez idáig, most már ismerem. Nagyon sok olyan barátság alakult ki, amiből mindig volt valami kis előnyöm, hogy tudtam tőlük kérdezni, ők szintén megkapták azt, amit ők nem tudtak, és akkor én tőlem kérdezték. Hát ezt elképzelhetetlennek is tartanám, hogy nem. Ugye a kutatás mellett ugye azért a személyes kapcsolatok pont ezekhez a kérdésekhez mindenképpen kellene. Na az ember hogy találkozik egy lovagi rendel, a lovagsággal, hogy egyáltalán aztán taggá tudjon válni mindenki. Ahány ember, annyiféle története van. Nekem teljesen véletlenül jött, én bementem egy, nem is ezzel, eredetileg nem is ezzel foglalkozó boltba, egy ilyen rockzenemű boltba, és ott árultak íjakat, és nyilvesszőket, és így megláttam, hogy hát oké, hogy én kiskoromban csináltam, még néztük, hogy most megyfából, meg akkor a nádra hogy rakjuk rá a bodzát, hogy a súlya jó legyen, és akkor lehetőleg a szomszéd fiúnak se lőjük ki a szemét vele, meg ilyesmi, és akkor hiába voltam akkor 15 éves, így 16, akkor megláttam, hogy ez igazi, és hogy hú, hát ezzel lehet normálisan lőni, és hogy meg is lehet tanulni, és pont aki ugye ezeket árulta a boltba, ő a jelenlegi kapitányunk, a lovagrendnek a kapitánya, és mondta, hogy hát most kezd úgy kiforni magát egy lovagrend, és hogy összejárnak, lődöznek, egymás esetleg megnézném-e, és akkor az elején még ugye csak ennyi, hogy láttam ezeket a filmeket, és akkor ú, de jó lenne meg kipróbálni, meg mégiscsak gyerekkorban is nagyon élveztem, de jó lenne. És lejáragotott az ember, és rájött, hogy ahogy meséltette is, hogy ez sokkal többről szól. Szóval
aki elmegy egy bemutatót megnézni, az annyit lát, hogy felveszik a vérteket, a kardokat, az ilyakat lődöznek, meg összeverik egymást, ez messze nem erről szól, mert ennek olyan, hogy az hiteles legyen, akár egy kornak a megjelenítése, vagy hogy valós háttértudás legyen. Nálunk is vannak vizsgák a lovagrendben, nálunk, aki bekerül hadaprótként kezd, 7 év a kivárási idő, mire harcos vizsgát tehet. Utána még 7 év, mire lovagvizsgát tehet. Én például nem vagyok lovag, nincs is, nem is tudjuk még, hogy igazából ki lenne az, aki majd, ha elérjük azt a tudást, lovaggá üssön minket, mert elvileg ugye csak lovag üthet lovagot lovaggá, vagy örökli címen. De azt mondod, azt a tudást, mit kell elmögé képzelni, hogy az a tudás az mi? Nem csak arról szól, hogy vívás technikai elemek, vagy hogy beletalál-e, hanem ugyanúgy a adott kor, például mi ugye Hunyadi Mátyás korával foglalkozunk javarészt, annak, mint a gasztronómia, a numizmatika, a heraldika, tánc, akkor különböző korabeli játékok, hogy globálisan az egész kornak a történelmével foglalkozunk, és ugye nem csak arról szól, hogy nem csak vívás technikai elemek vannak és erőlét, hanem van történelem óra is. És adott esetben tényleg az, hogy milyen ételt fogyasztottak, milyen ruha volt rajtuk, tényleg az akkori korban hogyan táncoltak, igazából teljesen átfogó ez az egész, és az csak a jéghegy csúcsa, amit látnak, mert ugye az a látványos. Persze, hát azt hogy látjuk, hogy lehet... a fesztiválokon ott vagytok, aztán oda mennek, megtapogatnak benneteket, de ugye, hát... és ennyit tudunk erről az egészről, és emögött tényleg, ahogyan mondtátok, hogy mekkora eszmeiség van. De az, még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy ha ez nem lenne meg, akkor rögtön kilóg a lóláb, és a közönség vagy az olvasó azt észreveszi. Uh-huh. Tehát, hogyha mi ezzel így nem foglalkozunk ennyire mélyen, ami ugye azt mondja egy átlagember, hogy minek, mert hát jó, hát csihi-puhi, és akkor úgyis csak a látvány, mert megnéztük. Ha nem csinálnák ezt, akkor rögtön észreveszi a néző. Hogy, tehát hogy a valami hitelesség nem stimmel, az mindenképpen igen, kell igen. Mögé. Egyébként visszacsatolva az előző témára, hogy honnan tudjuk meg, honnan van információnk arról, hogy volt régen, mint volt régen. Azért itt Magyarországon szerencsére több történelmi konferencia van, ami részt lehet venni, és ott ugye régészek, kutatók, történészek osztják meg a legújabb és a legfrissebb információkat, valamint, hogy szintén elmeséljek egy aranyos történetet. Hát a táborokban esténként ugye vége van a fesztiválnak, hogy este 6-7-8 óra felé, és hát mi összegyűlünk ott a sátor környékén, tüzet gyújtunk, elbeszélgetünk, és ez nagyon sokáig tart, a hajnali 2-3 felé, és amikor hajnali 3-kor valaki elkezdem, hogy és emlékeztek, mikor 4. Béla, és mondom, aludjunk már gyerekek, holnap megint csata lesz, menjünk már, feküdjünk le egy kicsit a sátorba. Egyébként a gyerekek imádják ezt, hogy abszolút ott, amikor kitelepülünk, ott mi egy katonai tábort mutatunk be, és ott semmilyen modern dolog nincsen, úgyhogy ott abszolút mindenki van zárva. Nekem például évekig tartó folyamatos harcom van a műanyag palackok ellen, mert nagyon elrontja a táborképet, és nem is a lovagtársai meg az apródok hagyják ott, hanem akik bejönnek hozzánk a táborba, és ott megiszák az üdítőt, leteszik az asztal, és ott felejtik, tehát nem is szándékosan hagyják ott, és én így 2 óránként végigjárom a tábort, na ezt rakd el, ezt tedd el, ezt nagyon figyelni kell, mert nagyon elrontja a táborképet. A másik témára is visszacsatolva, hogy kiből hogy lesz lovag. De az én esetem kicsit különleges. Akkor, amikor ez a lovagság felmerült, hogy egy lovagrendbe belépjek, ugye én a történelmi érdeklődésem kapcsán már figyelgettem egy-két nagy történelmi lovagrendet, ami Magyarországon létezik, akár a Szent György lovagrendet, a Szent István lovagrendet, de úgy gondoltam, hogy én oda hogy juthatok be? Hát sehogy. És nem is foglalkoztam vele annyira, picit utána néztem, hogy hogy lehet állni, biztos nem jutok be. És volt egy lovagtársam, aki évekig fűzött engem, hogy menjünk le egy történelmi fesztiválra, és ott lépjünk fel. Nincs kedvem, nem a, nincs, most öltözzek be, vegyem fel ezeket a nehéz vasakat, meg kardot, én ott harc, de hogy megyek, nem megyek. És egyszer csak az ő kedvéért lementem. És amikor az az érzés, amikor az ember fölveszi a páncélt, beáll a királyi menetbe, megperdülnek a dobok, és elkezdenek zörögni a vasak, mert ugye, ahogy haladunk, itt csirek-csörög minden rajtunk, és akkor valami olyan érzés fogja el az embert, és ez látszik a látogatókon is, hogy valami olyan a múltból áthaladó hagyománya van ennek, hogy itt jönnek a vitézek, és kvázi megvédenek minket, biztonságban vagyunk, hogyha ők jönnek. Akkor úgy döntöttem, hogy na, itt kezdődik valami örök testvériség a lovagsággal, és onnantól kezdve aztán nem volt megállás. Tehát most már olyan szinten benne vagyok ebben a dologban, hogy szülinap ilyesmi az, ha a fellépés van, az felejtős, mert ugye szerződésünk van a rendezvényszervezőkkel nagyon komoly feltételekkel, tehát nem tehetjük meg, hogy nem veszünk részt rajta.
Nem csak azt tűnik ki számomra, hogy ti ezt mennyire komolyan veszitek, mert ez csak így is lehet, hanem feltételezem, hogy ez a mindennapi életetekben is ott van. Tehát aki ennyit foglalkozik ezzel, érdekli ez akkor azok az értékek, amiket átment az ember a hétköznapokra, azok ott nyomot hagynak az ember életén. Hát én erre íróként tudok elsősorban ugye válaszolni, itt ahogy már beszéltünk, hogy egy hatalmas nagy felkész, nem mondanám kutató munkának, mert azért a kutatás az más történelmi szempontból, inkább az, hogy utána nézek, utána olvasok, rengeteg anyagot átmozgatok, átforgatom azt a millió könyvet. A legutóbbi könyvemnél, 74 szakkönyvnél abba hagytam a számolást, mondom, már nem érdekel, hogy mennyit olvasok el, és... Szóval azért ez az emberbe úgy ott marad, és néha a hétköznapokban tényleg nehéz úgy visszazökkenni, tehát itt a beszédstílus, ahogy én írok is, a maga az a közeg, amiben ugye íróként bele kell magamat nagyon élni, tehát ők ugye átélnek valamit, én ezt nem élem át, viszont a sok karakternek a helyzetében mind bele kell magamat képzelni. Hogy ugye teszem azt, most van a gonosz ember, most csak sarkítva mondom, van a hőszerelmes és egyebek, és azok mindegy más-más lelkületet igényelnek az írótól, és mindig éppen attól függ, hogy melyik nézőpontban mutogatom ezt. Hát nem azt mondom, hogy én ilyenkor felveszem a belezős gyilkosnak a személyiségét, de azért egy kicsit ott kell lenni, nem kicsit, nagyon ott kell lenni fejben, és amikor hirtelen csörög a telefon és kizökkent ebből, akkor hát nem az egyszerű, meg amikor el kell menni a gyerekekért az iskolába, és én még fejben ott vagyok, és minden szülő azt nézi, hogy miért nézek én így magam elé mindig? Hát azért, mert nem ott vagyok. De hogyha arra fordítjuk át a kérdést, hogy ma hétköznapokban lovagiasnak lenni, mert hát mind a hárman lovagok vagytok, de egy igazi mai hétköznapi gáláns lovag, akitől ezt az ibolya csokrot kaptam a műsorban. Nem hiába próbálom ezt a témát feszegetni. Azért, ahogy mondtad te is, hogy valójában a középkor, mert sokszor mondják, hogy sötét középkor, hogy ez egy nagyon romantikus megközelítése az, amit most a filmekben láttunk, hogy a valóság messze nem az volt, de úgy gondolom, hogy azért az ember vágyja a jót, meg egy bármilyen filmet vagy könyvet elolvas, akkor mindenki azért a jónak drukkol, úgy gondolom én javarészt. És mindenki szeretne gáláns lenni, hős lenni, megmenteni hölgyeket. Ugye a mai világban nem nagyon röpködnek sárkányok, úgyhogy így ezt nehéz lenne abba bebizonyítani, hogy mint Szent György sárkányt ölünk, de úgy vélem, hogy azért a mai világban is ez az eszmélység. Nem véletlenül tetszik az a filmekben is az, hogy majd a győzés megkapja, mi lesz a jutalom, majd a hölgy lesz a jutalom, és akkor minden boldogan élnek, míg meg nem halnak, ami a világban nem egészen így van mindig, de azért ha ebbe hiszünk, szerintem mindenképp egy boldogabb életünk lesz. És hogy arra is reagáljak, hogy a mai életben lovagnak lenni. Ez nehéz ügy, mert nem akkora ennek a pozitív fogadtatása, mint várná az ember, úgy gondolom nagyon sokszor. Most nem is biztos, hogy a lovagsághoz kötve, de csak hogy alapvetően azt a tisztelettel bánunk a másikkal, vagy odafigyelünk rá. Mondjuk annyi, hogy kinyitja az ember most egy bagatel példával az ajtót a hölgynek az autónál. Hát nálam volt ma, hogy azt mondta a hölgy, hogy hát ezt ne csináljam, mert ez neki nem annyira szimpatikus. És így, hogy még csak nem is, hogy mondjam, nem is biztos, hogy értékelik ezt a fajta gesztus, és ezek még csak apró gesztusok. Ha már a hölgyeket említettétek, akkor most jön a meglepetés vendégünk, aki megalapította a 21. század kerekasztal lovagjai kört. De hogy milyen céllal és nőként ez hogyan is jutott az eszébe, az mindjárt kiderül. Meglepetés vendégünk Dénes Éva, coach, lélekszerelő, a 21. század kerekasztal lovagjai kör alapítója. Mik a férfi értékek? Méltóság, becsület, alázat, tisztelet. De a nagybetűs férfinak nem csak az a dolga, hogy legyen jelen a világban és legyen karrierje, családja, hanem ennél sokkal többről szól a modern lovagok kora. Fogadják őt nagyon nagy szeretettel! Évi, már itt kérdésekkel kezdtem, ugye, hogy milyen céllal, tehát egyáltalán hogy jöttek a képbe, nem is hogy a férfiak, hanem a lovagok? Alapvetően párkapcsolati témával és életpályatervezéssel foglalkozom. Rengeteg nő járt nálam, aztán a férfiak elkezdtek szaporodni. És egy érdekes jelenséggel találkoztam, azzal, hogy miközben a hölgyek arról beszéltek a férfiakkal kapcsolatban, hogy ők az önismeret útján még csak hol tartanak,
bezzeg mi nők már hol tartunk, és közben jöttek a férfiak, akik értékesebbnél értékesebb belső tulajdonságokkal, és kvázi csiszolatlan gyémántként ültek ott az asztalomnál, nem értettem ezt a fajta ellentmondást. És akkor úgy gondoltam, csinálok egy kísérleti csoportot, olyanokat hívtam össze, egy hat alkalmas próba sorozatra, akik nem hittek semmiféle sem önismereti munkában, sem semmiféle tapasztalatuk nem volt arról, hogy milyen közösségben létezni, teljesen hétköznapi, kvázi szkeptikus férfiak ők. És ezen a kísérleti csoportnak a végén nagyon érdekes tapasztalat volt az, amikor azt mondták, hogy annyira izgalmas volt, és olyan sokat kaptak ettől a hat alkalomtól, hogy ők ezt szeretnék folytatni. Ennek most már többedik éve, ők fix alapcsoportnak megmaradtak, és hozzájuk jönnek újabbak és újabbak. Ez azért is érdekes, mert ha csak abból indulunk ki, hogy egy férfi ne sérjön, hogy ugye a gyengeségét nem mutassa, lehet, hogy egy ilyen helyen is azért idő kell, mire a férfiakból úgy ki tudod húzni a lényeget. És aztán majd kíváncsi vagyok, hogy az urak ezt hogy élik meg a mindennapokban, hogy azért a gyengeségeinket is fel kell vállalni, és a férfi nem feltétlen csak attól a férfi, amit mi tévhitként gondolunk. Nagyon izgalmas volt hallgatni a háttérből a lovagokat, hogy ők hogyan látják a férfit férfiként. Nőként kell egyfajta bizalom, egy nagyon tiszta közeget teremteni a férfi számára, ahol ő biztonságban érzi magát, és úgy érzi, hogy elmondhatja azt, ami benne van. A férfi alapvetően nem közösségi lény abban az értelemben, ahogy mondjuk a nők összejárunk, ők másképp alkotnak közösséget. Igen, a 21. században nem a csatatéren kell megvívni a harcot, hanem a mindennapi életben, a munkában, a családban, bármiféle futókörben, vagy bárhol, ahol ők közösségként léteznek, és az élet vizsgáztat nem a bizottság, és ugyanakkor van egy nagyon erős belső igény a férfiak részéről, hogy elmondhassák és meghallgattathassanak. És ha ez a biztonságos közeg létrejön, akkor ők maguk tudnak olyan erővé válni, ahol önazonosságuk révén azokat a lovagi erényeket, mint méltóság, becsület, alázat, tisztelet, ahogy a vendégek is mondták, ki tudják magukból munkálni, és meg tudják magukban mutatni. Most mondtál egy kulcsszót. Mert azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb, hogy önazonosnak lenni. Ezt kimondtad. Csak annyira nehéz ez manapság, amikor mondhatjuk úgy is, hogy a megfelelések korát éljük, amikor számos olyan dolgok, meg társadalmi elvárások húzzák el az embert, és itt most konkrétan beszéljünk a férfiakról, hogy nagyon nehéz megőrizni, hogy az ember milyen is valójában. Így érzitek? Nem tudom, hogy máshogy van vele. Én valamikor 30, nem tudom hány éves lehettem az elején, 30-as éveim elején, amikor rájöttem, hogy a fene egye meg ezt a sok elvárást, és úgy ledobtam magamról ezeket, tehát nem kezdtem azzal, nem foglalkoztam többet azzal, hogy most ki mit gondol, mit vár el tőlem, és akkor úgy jobban kezdtem érezni magamat a bőrömben. Esetleg, hogy ez így jó válasz-e, hogy valami ilyenre gondoltál-e. Tehát nálam ez így történt, 30, nem tudom, 2, 3, 4 lehettem, amikor ez így megtörtént. Meg ez is fontos, hogy valahol egy önmegvalósítási folyamat a te életed, az akkoriban, mert azt, hogy az álmodat igen. Megvalósítod, éled, értéket is teremtesz vele, ez nagyon fontos, igen, ez biztos, hogy kapcsolódik egymáshoz. Ez biztos, hogy így van. Tehát tényleg úgy volt, hogy elkezdtem én, és úgy magamra találtam, akkor úgy megbékéltem az egész világgal, hogy úgy mondjam, és onnantól kezdve nem érdekelt, hogy ki mit gondol, vagy hogy kéne viselkedni. Nyilván most nem azt mondom, hogy akkor lemegyek egy szál izébe, gatyába az utcára, mert az esik jó, hanem tehát az, hogy magamnak megfeleljek, és onnantól kezdve minden jó. Uh-huh. Hát, nyilván mondom, azért nem szélsőséges esetekre kell itt gondolni, de ha az ember magával nincsen összhangban, akkor nem várhatja el azt se, hogy a külvilág úgy viszonyuljon Persze. hozzá, hogy ahogy ő azt elvárná. Ti változtatok a gondolkodásmódotok? Egyáltalán a mindennapi életetek? Abszolút. Ezzel az egésztel, ami abszolút. A része most az életetek. Abszolút, igen, abszolút. De szerintem, aki ebbe belekezd, ebbe az egész lovagi, tehát hogy belép egy lovagrendbe, vagy ezzel kezd foglalkozni történelemmel, abszolút megváltozik szerintem az élete, a világhoz való hozzáállása, mert ugye a múltból átszivárog az a fajta mentalitás és hozzáállás, ha akarja, ha nem.
Erre csak egy nagyon egyszerű példát szeretnék mondani, hogy van egy olyan lovagtársam, aki maga eljött, ó, egyszer eljövök, megnézlek benneteket. Csak egyszer, jó? És akkor majd meglátjuk. Összes fellépésünkön, minden rendezvényünkön azóta ott van. Annyira megfogta az a millió, az a közösség, ahol mindenki tiszteletben tartja egymás véleményét, a hozzáállását az élethez, de elvárjuk, hogy ő is tartsa a tiszteletben a mi hozzáállásunkat is, véleményünket. Szerintem ezzel, hogyha alapból mindenki így állna hozzá, hogy nem kritizálom a másikat, tehát nálunk például nagyon tilos az, hogyha látunk valakit, aki nem olyan ruha van, korban nem illő, tilos kritizálni. Mert nem tudjuk, hogy ő milyen körülményekkel jött, hol tart a hagyományőrzés útján ezen a szerepben, ezért mi, ha kérdez valamit, akkor segítünk neki, próbáljuk őt támogatni, de nem, ő neki ez a hite, ő neki ez a véleménye, tiszteletben tartjuk, de elvárjuk, hogy ő is tartsa tiszteletben a mi véleményét. Abból a szempontból biztos, hogy nem csak azt mondom, hogy egy változás van, de egy olyan közegbe kerül az ember, egy csapat, hogy egy olyan társasághoz tartozik, akinek ugyanaz az értékrendje, mint neki, aki hasonlóan gondolkodik, ugyanaz az érdeklődési köre, ugyanazokat szeretik csinálni, és ki is állnak egymásért. Mert ezt akárhonnét nézzük, ez nem olyan, mint egy munka, hogy vannak munkatársaink, hanem ez egy, szerintem nincs olyan lovagrend, ami nem egy baráti társaság, ahol nincsen széthúzás, ahhoz nincs az, hogy klikkesednek, hanem mindenki tényleg kijár a másikért, és a magánéletben is. Nem csak arról szól ez, hogy most elmegyünk egy fellépésre, és akkor mindenki kiveszi a részét belőle, vagy az oktatásokon, vagy bármilyen ilyen dologba, hanem ha segítség kell, hogy házfelújítás, vagy bármi van, akkor az ember, ha tud, akkor van olyan, hogy elmegy a fél lovagrend, és akkor segít kifesteni a házat, vagy megépíteni a tetőt, lényegtelen, de hogy ez egy olyan baráti társaság, amellett, hogy mellette a nem jó szó a hobbi, mert ez messze sokkal több, mint egy hobbi, de sokkal, hogy mondjam, rettentően sokat tudunk egymásnak segíteni. És nagyon-nagyon-nagyon sok ember van, akire számíthatunk, nagyon komoly dolgokba is. Akár még megbeszélni a dolgainkat is, ez tényleg egy olyan, nincs olyan szerintem a lovagrendben, főleg akik régebb óta ott vannak már tizen sok éve, hogy nagyon komoly életbeli problémákat is meg lehet velük beszélni, akár. Ez, hogy közösségbe. Közösségbe tartoznak, ez nagyon fontos. Nagyon fontos, mert lovagnak lenni az egy belső értékrend, és az, amikor végigmegy valaki a felszerelésében, nem tudom szebben mondani. Viselet. A viseletében, köszönöm. Igen. Ha valaki végigmegy a viseletében, akkor valójában a tiszteletet nem feltétlenül csak maga a viselet adja, hanem mindaz, ami rajta keresztül kisugárzik. És a férfi közösségben óriási erőt tud képviselni. Elfelejtettünk álmodni, a mai társadalom arra vár, azt várja el tőlünk, hogy teljesítsünk. Nagyon sok férfivel találkozom, akik nagyon sikeresek, de boldogtalanok. Nincs meg bennük az a hozzáadott érték, az az eszencia, amit akár hobbinak hívunk, ahogy Szabolcs mondta, én sokkal inkább ezt egy ügynek nevezem. Minden férfinek, ha van egy ügy az életében, ami tovább mutat azon, hogy ő pénzkereső automataként működik egy családban, vagy egyszerűen valamiféle pozícióba belekerült, és nyomja a mindennapok tennivalóit, ha van valami olyan, amit a közösségért tehet, legyen az csak, kifestünk ez egy igen, iskolát, igen. Bármi lehet, támogatok egy foci csapatot, vagy egyszerűen a kerületnek felvállalom, hogy megszervezem a futóversenyeit, ezek nem nagy dolgok, mégis amikor egy férfi ki tud teljesedni, nem csak a hétköznapokban elvárt kötelezettségeiben, hanem azon túlmutatóan, akkor annak van egy nagyon erős közösség formáló ereje. Ehhez annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy nem csak a férfiaknál van ez, idézőjelben a érett férfiaknál, hanem főleg a gyerekeknél. Tehát a mi esetünkben előfordult többször is olyan, hogy akár egyetlen egy fellépés alkalmával is, amikor egy 8-10 éves forma kisfiú odajön a táborunkhoz, és ott van velünk, és mondja anyukája, hogy de hát menjünk máshova, hát van még itt annyi, mint ugrálóvár, egyebek. Nem, én a lovagbácsikkal akarok lenni. És akkor, amikor ez először megtörtént velem, akkor rádöbbentem arra, hogy én a mesekönyvek lapjairól lépek elő. Nekem olyan óriási felelősségem van, nálunk a táborban tilos csúnyán beszélni. Mert a gyerekek ott vannak közöttünk.
úgy kell viselkedni, mint egy lovagnak, még ha néha nem is úgy sikerül, de meg kell próbálni. Valamint, amikor eljutottunk oda, hogy egy kisfiú, aki odajött hozzánk a táborba, és egész nap velünk kardozott, és arra lettem figyelmes, hogy az egész családja oda rohan, és fotózza minden mozdulatát. És megkérdeztem, hogy mire ez a nagy sietség. Hát máskor is jövünk, hát akkor is lehet fotózkodni. És elmondták, hogy a kisfiú életében most először engedi meg azt, hogy őt fotózzák, úgyhogy ő mellém állt, és így, na, tessék engem fotózni. És azt mondták, én soha nem fordult még elő. Valamint az egyik lovagtársunknak a kisfia, aki már évek óta jár minden fellépésünkre, jön a táborunkba, ugye első alkalommal még azt csinálta Józsi bácsi, az micsoda, én a végén olyan fáradt voltam a nap végén, most már ő tanítgatja az apródokat. Uh-huh. És olyan szinten, hogy őnek is előfordult például az egyik másik lovagtársunknak a fiával, hogy szülinap, hogy meghívják a iskolatársait szülinapra, nagy bulit rendeznek neki, mondta, nem, én megyek fellépni. Mert nekem az az igazi, amikor ott vagyok, amikor beöltözhetek, fölvehetem a viseletet, ott vagyok, felnőttek között vagyok. Ez óriási, tehát a gyerekeknek, hogy felnőttek között vannak, olyan hatása van a kisgyerekekre, amit sehol máshol nem kapnak. Ahogy hallgatlak, olyan, mintha visszahívná ez az egész dolog a hagyományos generációs örökséget, tehát nem, lehet, hogy nincs szülő, nagyszülő, dédszülő együtt, de valahogy ők visszahívhatják talán a fiúkban ezt a fajta belső ősi igényt arra, hogy az idősebbektől tanuljak. Meg egy olyan férfi mintát mutatunk neki, amivel ő a hétköznapi életben nem találkozik, hogy a férfi erős, a férfi bátor, csatába megy, megküzd a törökökkel, és mi csatába megyünk, és megküzdünk a törökökkel, akik elárulom egyébként így, hogy ők is magyarok, magyar hagyományozók újra játsszák a török kort, nagyon zseniálisan csinálják egyébként, minden tiszteletem az ővék, ők is kutatják, keresik, és gyakorlatilag látják, hogy van egy férfi minta, és ezt általában akkor fordul elő, amikor ugye nincs apuka, a családban elváltak, nem nagyon találkozik édesapjával, és akkor én itt megyek a táborba, és 5-6-8-10 gyerek így jön utánam, és akkor mennek oda, ahova én megyek, csinálják azt, amit mondok. Már nekünk apró csapatunk van, saját zászlóval, akik vonulnak, és jönnek minden rendezvényünkre, fellépésünkre, és mondom, ott olyan élményt kapnak, hogyha nekem nagyon-nagyon-nagyon sok pénzem lenne, akkor az összes pénzt erre fordítanak. Annyira egyértelmű, hogy ez hozzátesz az életetekhez, de Béla, te mit kapsz a történeteitől? Hiszen a történelem az tényekre alapul, jócskán vannak a te regényeidben is olyan pontok, amiket te nem tudsz megváltoztatni, lehet, hogy inkább rácsodálkozol, és vannak dolgok, amit kiszínezhetsz mellette. De a hozadéka a te életedben. Na most itt a történelemhez ugye ragaszkodni kell, nem változtathatom meg azt, ami megtörtént, tehát azért ez egy ilyen kis fogódzót ad az írónak. Értem ez alatt azt, hogy ugye nem csaponghatok, viszont azért hozzáteszem, hogy mivel nem tudunk mindent biztosan, azért néha egy kicsit lehet hajlítani a dolgokon, kiszínezhetem az A meg a B közötti hézagot. Lényegében ezen múlik, hogy mit hoz, milyen hozadéka van, hát mire gondolsz itt tulajdonképpen? Tanulsz a hőseimből. Tanulok-e a hőseimtől? Hát tanulok. Ahogy mondtam, ugye vannak hősök, meg vannak negatív karakterek is, mindegyiknek fel kell húznom a bőrét magamra, de azért megpróbálom a hősiesség felé vinni a dolgot, és a történeteknek a végén ugye nem az van, hogy jó, akkor mindenki meghalt, meg ezért mindent veszett, hanem azért legyen egy olyan katarzis élménye az olvasónak, ami után úgy teszi le a könyvet, hogy igen, ezt megérte elolvasni. Egyébként, ha már... Most egy kis kitérővel, ha már te a karaktereket húzod magadra, hát ti meg a páncélt, meg a vértet. Ez, ami itt van Szabolcs mögötted, ez hány kilós dolog, amit te aztán magadra veszel meg, József? Megmondom őszintén, nem mértem még le pontosan, de úgy nagy vonalakból olyan, hát 35 biztos így. Na hát ez is tiszteletre méltó, hogy egy ekkora, igen. Annyi és van. Ebben még csatázni is kell. Igen, meg ugye ez aláöltözett, mert az, hogy most ez fémből van, és véd nagyjából az ütésektől, vágásoktól, ugye, hogy tompicson is ez alatt van aláöltözett, ami olyan vastag, hogy mondjuk a napon állni, azért ezt tudjuk, hogy... Elég kellemes. Hogy Volt olyan is, hogy álltunk 3-4 órát a napon, bizony. Mondjuk akkor csak 30 kilóba, úgyhogy alá van öltözve az ember, és ha fordítja a fejét, és hozzáér a nyakához a láncsuki, akkor így hopp, most téged forró, meg. Az forró.
De hát ezt vállaltuk vele, és akkor adott esetben, amikor mondjuk úgy áll az ember így egy órát, utána még csatázik egy pár várostrom, úgyhogy az így elég. Hadd meséljek el egy olyan sztorit, ami a könyveidben szerintem több oldalt is megérdemelne. Ez egy valós megtörtént esetről van szó, tehát levelezésekből, leírásokból tudjuk, hogy mi történt. Hódoltság korában járunk, egy magyar főurat elfogtak a törökök. A török és a keresztény oldalon is nagyon szerették azt, hogy az ilyen nemes urakat elfogdosni, mert nagyon komoly váltságdíjat lehetett kérni érte. Magyar főurat elfogták, és mondta a török basa, hogy akkor a váltságdíjat ki kéne fizetni, írjál, légy szíves a hazaiaknak, hogy ennyi meg ennyi aranyat kell fizetni. És azt mondta a főúr, hogy oké, de szavamat adom arra, hogy én hazamegyek, összeszedem a pénzt, mert nincs otthon senki, aki ezt elintézi, és visszahozom neked. És erre nem azt mondta a török basa, hogy ha, hogyan már ne viccelje, menjél haza. És hazament, összeszedte az aranyakat, visszavitte, odaadta neki, és nem azt mondta a török főr, jó, hát akkor menjél még egyszer, hanem azt mondta, hogy jó, rendben van, le van tudva a dolog, hazamehetsz. Tehát, hogy az egymáshoz való viszony, egymáshoz való hétköznapi hozzáállás, ha a szavamat adom valamire, és ezt én erre nagyon-nagyon allergiás vagyok, hogy ha én a szavamat adom valamire, akkor én ezt megteszem. Tehát ha fúj a szél, ha esik az eső, mi ott vagyunk. Volt olyan rendezvényünk, ahol senki nem volt ott, csak mi, minden szereplő, fellépő hazament, mert folyamatosan zúgott az eső, és nagyon hideg volt. De mi ott maradtunk, mert megígértük. Tehát próbálunk valamit átkozni a dolgokat. Ez nagyon érdekes, ez a szavamat adom, mert ez rettentően fontos, és ezt egy volt magyar tanárom mondta, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy ez a szavamat adom, azért nem kéne, hogy legyen ilyen, mert elvileg minden egyes szónak igaznak kéne lenni, és akkor nem kéne külön megígérnem valamit, vagy azt mondanom, hogy szavamat adom, mert igazából minden egyes szó, ami elhagyja a szánkat, annak igaznak kéne lenni. Ami nagyon nehéz, meg persze nem lehet, hogy mondjam, amit az előbb itt, hogy beszéltétek is a felelősséget, meg hogy mit ad ez az egész, pont ez, hogy ha létezett is valaha az a nagyon romantikus lovagi kép, vagy nem, akkor is az, hogy felvállalja az ember ezt, illetve szimpatikusnak, és próbál azt szerint élni, ez jellemformáló, és nem csak kifelé van felelőssége, de saját magát is erősíti az ember, mert én megpróbálok megfelelni annak a képnek, amit én helyesnek vélek. Na most ez is egy út, amiben ti léteztek, hogy ez hozzád az életetekhez, de azért egyébként a férfiaknak lehet segíteni. Tehát mik azok a tulajdonságok, attól függetlenül, hogy ők nem válnak lovaggá, így gyakorlati szempontból, melyik azok a tulajdonságok, amik leginkább kivesztek a mai férfiakból, amihez mondjuk akár a te segítségeddel kell egy erősítés irányukba? A legnehezebb a férfi számára, én azt tapasztalom, a sebezhetőségét megmutatni. Ma azt gondolják az emberek, hogy a sebezhetőség az egy gyengeség, pedig amikor megmutatom, hogy ki vagyok én, valójában az a legnagyobb erő, és az az erőnek egyfajta mértékegysége, hogy megmutatom, hogy mik a képességeim, mik a kihívásaim, és miben kérek támogatást. Nagyon nehezen kérnek az emberek támogatást, megpróbáljuk elhitetni saját magunkkal, meg a világgal is, hogy mi mindent elbírunk, és mindent meg tudunk egyedül csinálni. De egy férfi számára támogatást kérni, és szándékosan nem mondom a segítség szót, az egy egészen más viszony, mert aki segítséget kér, az lent van, és őt fel kell emelni. Aki támogatást kér, az egy egyenrangú kapcsolat. Szóval a sebezhetőség az egy nagyon érdekes kérdés náluk, hogy megmerjék mutatni, hogy kik ők valójában, és ne kelljen állarcokat hordaniuk magukon, mert különben kihasználják, átverik őket, megkárosítják, úgy a nők, mint a világ, vagy más férfiak. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez miért alakulhatott ki, hogy a régi korok lovagiai nem sírdogáltak, nem pityeregtek, ha leesett a hó, és elestek, megütötték magukat. Ezeket az embereket 6 éves koruk óta harcosnak nevelték, és nemesi udvarokba mentek tanulni, és folyamatosan képezték őket. Nagyon sokan nem tudják például, hogy énekre, úszásra, általános, akkori korban teljesen általános művészeti képzést is adtak, íjászkodtak, kardvívást tanultak. Amikor eljutottak 14 éves korukra, gyakorlatilag az urukkal fegyverhordozóként mentek a csatába, 14 évesen. Ők nem pityeregtek a csatatéren, hogyha valami ott történt, és amikor úgy döntött a lovak, hogy na, ő most már
Hát ez olyan 16-17 éves kora környékére már lovaggá is ütötték általában ezeket a fiatalokat, és hogy érzékeltessem, hogy mennyire más volt a tűrés küszöb a régi kor emberénél, hogy a hódoltság korában járunk szintén, ez a kedvenc korom, amit tettek róla. Hódoltság korában járunk, az egyik várkapitány kivitte az embereit egy téli portjára, nagyon hideg volt, leírják, hogy rettenetesen hideg volt. A törökön rajtaütöttek, aki nem számított egy ilyen rajtaütésre, hatalmas zsákmányokat értek vissza a várba, és leírja a várkapitány, megálltak egy éjszaka pihenni, hogy az egyik emberem nem átallott sátrat verni. Nem az, hogy tüzet rakni, vagy mit tudom is, mert ugye nem lehetett. Nem átallott sátrat verni, mert fázott. Tehát gyakorlatilag akkor az volt, hogy egy pokrócot maguk köré tekertek, belefeküdtek a hóba, vagy egy ilyen fél kis sátorvásznat maguk fölé terítettek, és úgy aludtak. Annyira más volt az ő életük, az ő hozzáállásuk mindenhez. Tehát ők nagyon kemény emberek voltak, de megmerem azért azt kockáztatni, hogy amikor oda került a sor, akkor ők meg tudták mutatni azt is, hogy hát most igen, ez tényleg ez nagyon fájt. Ez tényleg ez. Én biztos vagyok benne. Amikor említetted, hogy a gyerekeket mennyire meg tudjátok jó értelemben fertőzni, abszolút, te igen. is meg tudod igen. az embereket fertőzni remélem, a könyveidet, hogy tehát amikor fertőzni a visszajelzések jönnek, meg az is érdekes lehet, hogy nőktől vagy férfiaktól, ha is, már itt a nemeket beszélgetjük. És egyébként, azt azért hozzáteszem, hogy a női olvasók többen vannak, mint a férfi olvasók, viszont történelmi, ez egy külön zsáner, itt azért a férfiak azért csak otthonosabban mozognak a könyveknek ezen a terén, tehát a történelmi regényeket mondhatom azt, hogy ugyanannyi nő, mint férfi olvassa. Hála Istennek meg is keresnek, tehát a Facebook oldalomra napi szinten jönnek levelek, hogy ezt olvasta a könyvbe, azt olvasta. És itt most én is egy kicsit visszatérnék az előzőekre, hogy ugye elhangzott, hogy az akkori embernek az életét mennyire meghatározta a hit. Annyira, hogy sok olvasóm azt mondja, hogy hát miért ilyen a főhősöm, amikor hát ilyen ember nincs. De persze ma, de akkor ugye nem volt se internet, se tévé, se újságok, semmiféle média, amit ismertek, azt az egyházon keresztül kapták ugye ilyen tudásanyagot. Meg hát persze a lovagi képzés, de az egy másik dolog, tehát a hétköznapi ember nem feltétlenül ismert semmit se. Hát a falun kívül nem ment jó esetben, maximum egy vásárra. A lovagok azért ugye ott művészeti képzést is kaptak, de hát ez is inkább már csak a későbbi, a hódoltság kora, tehát azért az én időm, hogy úgy mondjam, az a 12.-13. század, azért még ott csak kialakulóban voltak ezek a dolgok. Hát nyugaton azért már megvolt, Magyarországról ugye csak úgy szépen akkoriban szivárgott be ez a lovagi dolog, lévén ugye nekünk teljesen más az ősiségünk, meg a mentalitásunk. Rengeteg olyan olvasói véleményen van, amikor azzal szembesítenek, hogy de hát ez így nem jó. Nem mondom, hogyha jobban belegondolsz, akkor az úgy jó. Na most a gyerekeknek pedig úgy próbálom átadni, hogy író-olvasó találkozókat és előadásokat szoktam tartani, tehát iskolákba szoktak engem is hívni. Én ugye hát nem fizikai módon mutatom be, hanem próbálom rengeteg képanyagot, tehát maga a kutatásom során, ahol ide-oda utazgatok és fotózok, vagy csak az internetről, vagy ilyen egyéb hagyományőrző társaságokon keresztül fotókat, amiket készítek, azokon keresztül bemutatom nekik ezt az életet. Készül könyv most? Mindig. Folyamatosan. Akkor a munka megvan. Folyamatosan, most már, hogy itt a jó idő. Most indulnak a fellépések, igen. És egyre több férfi? Szeretne megnyílni, kinyílni, kimondhatjuk? Számomra ez a legnagyobb elismerés, amikor egymást küldik. Hogy voltam valahol, nem fogod megbánni. És amikor ők maguk felismerik, hogy az érzékenység az nem ciki, nem kellemetlen, hogy a saját érzékenységemből erőt tudok meríteni, hogy az eredményeket akkor is fel tudom mutatni, hogyha nem feltétlenül felelek meg, ahogy Béla mondta, a társadalmi elvárásoknak, hanem járom a saját utam, és ez nem jelent lázadást, akkor igen. Mai lovagok tehát igenis léteznek, mint ahogy hallották és látták, és a férfiak örülnek, hogyha csatlakoznak ehhez a szellemiséghez, minél többen, pláne a gyerekek. Köszönöm, hogy ma is néztek bennünket, tudják, napi témáinkkal kapcsolatban érdekes, izgalmas cikkeket találnak a ridikul.hu oldalon. Viszontlátásra mindenkinek!